itt át is szakadt a gát, és ide kellett a legtöbb erőt is eszközt bevonni. Átszakadt a Dunaföldvári Dunagát, ez okozta a legtöbb munkát az elképzelt szituáció szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak. Több mint 30 ezer ember ideiglenes kitelepítését kellett megoldaniuk a folyó Tolna megyei szakaszán, mielőtt megkezdték a károk helyreállítását. Mindenki nevében elmondhatom, hogy nagyon hasznos volt számunkra ez a gyakorlat, mivel azokat az ismereteket, amiket megtanultunk már elméletben, azokat most gyakorlatban is hasznosítani tudtuk. És hát szerintem azt is elmondhatom mindenki nevében, hogy kellően elfáradtunk a gyakorlat során. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 21 hallgatója két napon keresztül vehetett részt a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett katasztrófavédelmi gyakorlaton. A Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nagyon kiemelten fontosnak tartja azt, hogy azok a hallgatók, akik mondjuk a Közszolgálati Egyetemen végeznek, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkeznek, és tettünk egy felajánlást, ami arra vonatkozott, hogy a végzős hallgatói állomány jöjjön le hozzánk, ismerkedjen meg az itteni viszonyokkal, próbálja ki a saját eszközeinket. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke szerint a szexádi gyakorlat kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói élesben próbálhassák ki azokat az ismereteiket, amiket az előadások során tanultak. Egyrészt az, hogy meg tudják-e maguknak szervezni a szolgálatot, tudnak-e reagálni a feladatokra, hogyan tudnak együttműködni a kijelölt szervezetekkel, a karitatív szervezetekkel, a társadalmi szervezetekkel, a rendőrséggel, mentőszolgálat, illetve az előjárókkal és az alárendeltekkel. Erről szólt ez a mai gyakorlat, ebben segítjük mi is az ő tevékenységüket. A kétnapos gyakorlat végére az egyetem hallgatóinak sikerült felszámolni a jeges áradás okozta valamennyi kárt.